Mindenkit üdvözlök, és meg kell mondanom, hogy ez egy patinás városban, egy patinás helyen, de kisé sötét, és nézve magam mögött egy szószékot, mintha egy kripta vagy egy sír lenne. Hát én azt gondolom, hogy a pedagógus szakma egy nagyon izgalmas dolog, de valahogy mindig olyan úgy beszélünk róla, és olyan helyszínekkel, mintha valamilyen nagyon szomorú dologról beszélni. Én se fogok vidám dolgokról beszélni, de nem azért, mert szomorúnak tartanám, csak mert azt gondolom, hogy ezek a tények. Mikor megkaptam a felkérést, hogy iskolai eredményesség, eredményes iskola, akkor rögtön felrémlett bennem, hogy hát 10 évvel ezelőtt, vagy több mint 10 évvel, 2004-ben az OKI csinált ebben a témában egy nagy konferenciát. Ugye 2004-ben vagyunk, már a második hullám a PISA-nak lemegy, a kompetenciamérés is elindul. Angliában éppen csúcsra járt a Tony Blair féle politika. Meg is hívtuk John Hopkins-t a főelőadónak, és ezt a témát jártuk körül, és utána eredményes iskola kötetet is adtunk ki 2006-ban, és azt gondoltam, hogy ez egy jó kiinduló pont, hogy akkor 10 évvel ezelőtt mit is gondoltunk az egészről. Fölmerül az, hogy mit tekintünk eredményességnek, vagy eredményesnek. És ugye itt most csak 3 olyan megközelítést mutatok, ami akkor is fölmerült. Például, hogy eredményes az iskola, ha eléri a kitűzött célt. Ez azért, ugye mindenki érzékeli, hogy ez azért önmagában kevés. Az iskolák körében, intézményvezetők körében csináltunk akkor ugye felmérést az eredményesség témában, és rögtön nyitottan megkérdeztük akkor az igazgatókat, hogy mi az intézmény célja, mi az ön célja, és nagyon nagy arányban kaptuk azt a választ, hogy megmaradjon az iskola, a tanárok állása, hogy legyen pénz az iskolának. És amikor zártan is föltettük ezt a kérdést, és ott megjelent például az akkori oktatáspolitika fő kitűzés, hogy a tanuló kompetenciának fejlesztése, akkor ugrott be neki, hogy tényleg, hát neki az kéne, hogy a cél lenni, de azért elsőnek nem. És ez egy objektív cél, tehát az is a célja az iskolánk, már nem tud fönnmaradni, akkor nem tud tanítani, de ugye hát ezért célok között vannak különbségek. A másik megközelítés az a mi kutatási koncepciónkat így közelítettük meg, hogy azt az iskolát tekintjük eredményesnek, ahol a tantestület azon dolgozik, hogy tanulit minél nagyobb arányban megismerje, és szellemi, lelki és fizikai fejlődésüket lehetőségek képest elősegítse. Hát ez meg ugye elég tág, mi megpróbáltuk kvantikvali eszközökkel ezt körbejárni, de azért a harmadik, ugye a tanulók minél jobb teljesítményes a rendszer, vagy sikeres továbbhaladása, nagyon gyakran ugye ez lesz az a cél részben, mert leginkább ez a mérhető, és ezt tudjuk követni. És akkor itt ugye ilyen eredményes indikátorok akkor is, most is fölmerülnek, és ez egy Fitzgibbon könyvéből való, hogy tulajdonképpen az eredményes iskolának ugye az eredményes tanulót kell, hogy fölmutasson, ezért a tanuló pályafutása során azt kell megnézni, hogy mi mindent kell elérnie, és ehhez kell az indikátorokat rendelni, amik hát persze nagyon sokféle lehet, ezeket itt most ott olvashatják, nem akarom itt felolvasni. De azért fölmerülnek dilemmák, hogy ha eredményes iskoláról beszélünk, van-e eredményes iskola eredményes tanár nélkül, vagy eredményes tanár eredményes tanuló nélkül, és egyáltalán lehetnek-e eredményesek az iskolák, ha nem eredményes maga az oktatáspolitika. És ezt most nem válaszolom meg részben nem is fogom a előadás végéig sem, mert ezek olyan dilemmák, amik nem feltétlenül válaszolhatok, de részben igen, és ezt majd később meglátjuk, hogyan. Nem tudom, ez mennyire látszik. Hollandok csináltak Európában legnagyobb intenzitásban ilyen iskolaeredményességi vizsgálatokat, és ez az ő elemzési koncepciójuk, ami az iskolai eredményesség hatásmodelljét mutatja. És jól láthatjuk, hogy valóban eléggé körbejárták ezt a területet. Tehát láthatjuk, hogy a középen, ugye látjuk, mint egy központi, az maga a tanulás szervezés, ami
a tanár, ahogy az osztályteremben viselkedik, ahogy a tanulókat csoportba osztja, nem osztja, amilyen helyi tananyagot ott átad. De ugye az, hogy ott mi történik, nagyon függ attól is, hogy a tanárnak milyen jellemzői vannak, erre részben Falus professzor is utalt az előző előadásban, és hát nagyon az is, hogy az iskolának milyen politikája van, milyen az intézmény vezetése, és hát ott fölötte látjuk, hogy azért az oktatáspolitika egy keretet ad az egésznek, hogyan tudnak működni, és hát persze ott vannak a tanulók és az ő otthoni környezetük. Én most a következőkben ezekre a hatásmechanizmusokat szeretném elővenni, de először nézzük meg, hogy mit talált a 2006-os eredményes iskolakutatás főbb eredményei. Azt láttuk, hogy azok az iskolák voltak eredményesebbek, ezt most a kompetenciamérés eredményeit néztük eredményességindikátornak részben, ahol az igazgató konzisztens volt. Ez például ugye visszautalva, amit mondtam, aki nyitott kérdésbe azt mondta, hogy neki pénzt kell szerezni, ez az első célja, és a zártba is ezt fölvállalta, azok például, azok az iskolák eredményesebbek voltak, mint aki először azt mondta, hogy pénzt kell, de aztán rúgta rá, hogy igazodni kell, és akkor a kompetenciák. Tehát, hogy a konzisztenciát így értem, tehát, hogy egy konzisztens stratégia van az igazgató fejében, és azok az iskolák általában jobban is működtek, illetve ahol reflektáltak az eredményeikre. Az iskolák nagyon eltértek a klímájukat, tanulói összetételeket tekintve, de a pedagógiai módszertant egyáltalán nem. Akár elit, akár hátrányos helyzetű iskola, mindent a frontális pedagógia ment, csak más célja volt. A hátrányos helyzetű iskolákban a frontális pedagógiának elsősorban a fegyelmezési célja volt, mert addig is, amíg diktáltak, a gyerek nyugton volt. Egy elit iskolában meg majdnem mint egy ilyen egyetemi előadás úgy történt a tanóra, és szintén frontálisan. A pedagógiai munka értékelése akkor elég ritka volt. Egyébként a résztvevő pedagógusok nagyon hálásak voltak nekünk, hogy elmentünk, megnéztük az óráikat, és el is mondtuk, hogy mi mit látunk, és közösen megbeszéltük. És a tanárok között együttműködés nem volt gyakori. És hát nagyon érzékeny kvalitatív vizsgálatot csináltunk, Nagy Máriával együtt csináltuk ezt a kötetet, szerkesztettük, és az ő kutatása volt, ami kifejezetten a szóbeszéd, azokat a gesztusokat, kommunikációkat nézte az órákon, ahogy a tanár reflektál bizonyos dolgokra, és ebből azt lehetett látni, hogy nagyon átéli a különböző társadalmi különbségeket, azonosságokat, de mindent nagyon a saját pozíciából ítél meg, tehát a reflexivitás szintje meglehetősen alacsonynak tűnt. És hát az is egy, hogy az iskolai eredményességet, amennyiben a tanulók eredményességében nézzük, az iskolák általában, és ez azt gondolom ma is így van, a könnyebbik ellenállás vele mennek, a tanulói összetétel alakításával akarják az eredményeiket növelni. Ezt kétféleképpen tudják tenni, és ez az adatok is beigazolták. Egyrészt az elején, ha már szelektálni tudnak. Azok az iskolák, akik nem tudnak szelektálni, azok meg időközben fölvesznek mindenkit, és aki nem oda való, azt kipasszírozzák. És ezáltal tudnak egy olyan kedvező tanulói összetételt kialakítani, amivel az eredményük jobb lehet. És akkor itt azért visszautalok, hogy az ilyenfajta eredményesség mennyire növeli az oktatási rendszer eredményességét. Ugye amennyiben az eredményességet egyfajta versenyként fogjuk föl egy rangsorba, ki kerül előbbre és más kárára, ott igazából egy zérus összegű játszma zajlik, ahol valakik nyernek, valakik veszítenek. De az összeg az nem fog nőni, vagyis az össz ugye eredményességi szint. Ez majd még később akkor azt erről mutatok valamit. Ezek voltak 2000, tehát 10 évvel ezelőtt ezt találtuk, ilyen koncepciókkal indultunk. Most kérdés, mi van ma? És azt gondoltam, én most csak fölvillantok dolgokat, elég sok kutatást végeztünk az elmúlt 2-3 évben, és azt gondoltam, érdekes lehet ebben az illusztris körben megnézni, hogy milyen hatások vannak, miért is
eredményesek vagyunk-e, illetve ha nem, akkor milyen hatásmechanizmusok vannak a mögöttes a színfalak mögött, ami miatt nem tudunk eredményesek lenni. Kezdjük onnan, és akkor ugye visszaemlékezve arra a koncepcionális a hollandoknak, hát ugye az oktatáspolitika, amilyen, az befolyásolja, hogy eredményes tud lenni az iskola, illetve a tanár az osztályteremben. És nézzük meg, hogy kutatási eredmények alapján tudunk erről valamit most mondani. Ha általában a magyar oktatás eredményességéről beszélünk, akkor azért leginkább ugye a PISA eredmények alapján tudunk egy nemzetközileg összehasonlítható tendenciát fölmutatni. Itt az ábrán azt lehet látni, ez három országnak, a Magyarország, Németország és Lengyelországnak a szöveg és matematika eredményei 2000 és 2012 között. Azt látni, hogy 2000-ben közel azonos szintről indultunk, 2012-ben viszont Magyarország leszakadt a német-lengyel eredményektől. Ezt most csak, ezt gondolom, itt mindenki tudja, azért hoztam hogy ide, hogy csak lássuk, és hogy innen indulunk, és innen nézve azt gondoljuk, hogy a magyar oktatást azért nagyon eredményesnek nem gondolhatjuk, ha bár itt most itt is lehetne ezt ragozni, hogy vannak ennek is egyéb dimenziói. A matematika tudás, ugye a matematika szintjén lett egy nagyobb romlás, ez mindenkinek feltűnt, és mi megnéztük a PISA adatokon, hogy az öt országban, öt környező országban mit tudunk mondani a csehek, szlovákok, lengyelek, magyarok, németekről a matematikát illetően. És egy csomó tényezőt néztünk, és azt láttuk, hogy például a magyar tanulók sokat tanulnak, sok órát szentelnek a matematikára, és benn is vannak az iskolában, tehát nem lehet azt mondani, hogy az a baj, hogy rendetlenek, nem járnak be. Az önhatékonyságuk a magyar gyerekeknek tényleg csökkent, ami részben abból fakad, hogy érzékelik, hogy a matek nem megy, és miért nem megy nekik a matek. A környező országokban heti 5 óra matek van, nálunk 3 óra. Ezért máshol az iskolában tanulják a matekot, nálunk a gyerekek az iskolán kívül. És a tananyag az nem igazán alkalmazkodik az óraszámhoz. Tehát ha egy zsúfolt tantervet három órába, kevés órába kell letanítani, abból pedig az történik, hogy a tanulási stratégiák sem lesznek igazán hatékonyak. Mindjárt megmutatom ezt a ábrát, ez egy kicsit nehéz, de elmondom. Itt a bal oldalon az öt országot látjuk, és a háromféle, tehát hogy mennyi időt szánnak a matematika tanulásra. A kék az iskolán kívüli, a piros a magán, és a zöld a tanulási óra. Fönt van Szlovákia, aztán lengyel, magyar, német és cseh. Most a két végén a szlovák és csehek nem is nagy tanulnak sokat, és nem is olyan jó az eredményük. Azt gondolom, hogy hát ez oké. A németek nem tanulnak sokat, mondjuk hozzánk meg a lengyelekhez viszonyítva, de sokkal jobbak a matek eredmények. Hát igen, az a német hatékonyság, ezt ismerjük már az autóik, meg stb., de itt is mutatkozik. Érdekes a lengyel meg a magyar. Azt látjuk, hogy a lengyelek nagyon sokat tanulnak, a legtöbbet, de a magyarok is. De az arányai mások, mert ha megnézzük, a zöld mindenütt, itt kevésbé látszik, de vigyék el, tehát a zöld, tehát a tanórán tanulnak arányaiban többet, a magyar gyerek nem. Ez pedig azt jelenti, hogy az órán tudná elsajátítani azt a fajta gondolkodást, hogy a probléma megoldást, ha azt kint valahogy tanárokkal, vagy akár maga próbálja megoldani, egész más, mint ha ezt a tanórán hosszú idővel és egy jó stratégiával tudná elsajátítani. Ezért a másik két ábra azt mutatja, a felső az a elaborációs stratégia, lent pedig nem a memorizálás, tehát ez a mondjuk magolás durván, lent pedig az elaborizáció, és látjuk a hat szintet balról jobbra,
az egyes az a legalacsonyabb képességszint, egyes, ott pedig a hatos, és azt látjuk, hogy zöld a magyar, a legérdekesebb inkább az alsó, tehát a legjobb matekosaink, akik a hatoson vannak és zöld, azok sokkal inkább magolnak a többi országhoz képest, és az elaborációs stratégiák sokkal alacsonyabb. És kérdezem, miért? Mert kevés órában sok tananyagot akarunk lenyomni a torkukon. Ezért azt gondolom, itt például az oktatáspolitika így tudja megakadályozni, hogy egy tanár hatékonyan tudjon dolgozni. Ezzel akartam mutatni, hogy amikor erről beszélünk, ez megfogható, tényekkel megfogható, kimutatható. Ez alapján mit kéne csinálni, a tananyagot átnézni és könnyíteni? Azt hiszem, ilyen nem zajlik. Másik ilyen eredményesebbek akarunk lenni, hozzunk be új módszereket, új tanulásszervezési módokat. Azért ezt is azt gondolom, hogy, és talán most már így érzékelik, hogy én azt gondolom, hogy a tények nagyon fontosak, és ha azokat figyeljük, és arra reflektálunk, talán eredményesebbek tudunk lenni. Ez is a legszebb itt az IKT. Az információs technológia, az nagyon fontos, és akkor rögtön beviszük az iskolába, és zsip-zsup, rögtön nagyon eredményesek lesznek a mi gyerekeink. Csak hogy ugye megnézték, ez az Almafán kötetben Zé Karolcs Lászlóval, hogy hiába visszük be az új technológiát, ha ugyanannyira az iskola az ipari korszak jellegzetességét mutatja, ha nem tudja, hogyan használja azt az eszközt. És itt ez egy részlet, de ajánlom az interjút mindenkinek, mert szerintem izgalmas, hogy önmagában, hogy megjelenik a digitábla, vagy a bármilyen IKT technológia az a tanteremben, ez még nem fogja megváltani a világot. Sőt, és akkor most elnézést, hogy ez egy angol, ez egy 2009-es PISA eredmények alapján megnézték, hogy a digitális szövegértésre hogyan hat a óratermi IKT használat. És meg lehet látni, hogy a nyelv, matek és természettudományos órákon, ha több mint 60 perc egy héten az IKT használata tanórán, akkor csökken a digitális szövegértés. És megnéztem a 2012-es eredményeket, ott is negatív összefüggés van a számítógép óratermi használata és a digitális szövegértés és egyéb kompetenciák között. Ez ugye nagyon fura. Először azt gondolták, hogy talán azért, mert hogy itt valami hozzáférési probléma van, de nem. Családi háttérrel hozzáférésre kontrollál, és ez az összefüggés megvan. Ezt az OECD szakértői úgy magyarázzák, és én azt gondolom, hogy ez abszolút hihető, és ezt is érdemes kutatni, hogy a számítógép bevitele az tulajdonképpen még jobban erősíti a frontális technikákat, nem igazán sikerül egy kooperatív és valóban hatékony tanulásszervezési módot ott kitalálni. De ez nem igaz, hogy a számítógépnek nincs szerepe, vagy nem jó. Igenis, van, ahol nagyon jól tud működni, otthon. Tehát meg kimutatták, hogy azok a gyerekek, akik otthon, szabadon, kreatívan, egy virtuális környezetben gyakorolnak, azoknak szárnyal a kompetenciája. Ez az iskolában nem, ahol kötött óra van, meg instruálják, és már éppen rájött volna, hogy mit csináljon, és már vége az órának, abba kell hagyni. Tehát nem az órára való a számítógép, de otthonra igen. A koreaiak ugye a PISA-ban az elsők között vannak, ők azt csinálták, arra költöttek sok pénzt, nem SDT-re meg ilyenekre, hanem csináltak egy olyan virtuális cyber tanulóteret, egy olyan példatárat, hogy a gyerek hazamegy, és a gép leül a gép elé, és bármilyen tantárgyban ő feladatokat tud megoldani. És ami még zseniálisabb, hogy ez a szoftver érzékeli, hogy ő mit tud. Egyénileg adja neki a feladatokat, annak a nehézségfoknak megfelelően, amit ő tud. Tehát sikerélménye van, egyéni fejlesztés otthon.
Tehát igen, az informatika nagyon nagy jelentőségű, nagyon fontos, de nem így. Bevisszük az iskolába, azzal biztos, hogy rontjuk az eredményességet. A tanuló értékelése, az is ott volt ezen a hollandok, ugye egy fontos, hát egy nagyon fontos információ, hogy a pedagógus hogy értékeli a tanulót, és akkor ez alapján ad neki muníciót, hogyan tovább. Mi a kompetencia mérés adatait megnéztük, összekötöttük a 8. és 10. évfolyam adatait, megnéztük matematikából milyen osztályzatot kaptak, és azt is, hogy milyen eredményeket a kompetencia mérésen, és az volt a feltevésünk, hogy a tanár értékelése el tudja téríteni a teszt eredményeket. Vagyis a teszt eredmények nem tiszta adatok, hanem ott benne van a tanár keményen. Ezt úgy hívják egyébként Pigmalion hatásnak, és ez ugye biztos itt hallották, de ezért elmondom, hogy ez egy arról szólt, tulajdonképpen Mertonnak ez az önbeteljesítő profécia elmélete pedagógia környezetben, ahol arról van szó, hogy a pedagógus, ha úgy értékeli, jól értékeli a tanulót, akkor nincs különösebb gond, fejlődik, nem fejlődik, de mármint olyan szinten, ahogy kell. De ha félreértékeli, akkor akik jobbak lennének, de ő nem gondol olyan jót róluk, és így is kommunikál velük, vagy ilyen metakommunikatív üzeneteket küld nekik, ezzel őket a motivációkat elvesztik, és tényleg csökken a teszt eredményük, holott ez jobbak voltak. És ilyenekre kell gondolni, hogy mondjuk nem néz mindig rá arra a gyerekre, vagy felelne, nem várja ki, amíg felel, mert nem tudja kivárni, hanem, és egy idő után csak azoknak ad pozitív visszajelzést, akik nagyon hasonlóan gondolkodnak, mint ő, holott az a gyerek ugyanúgy a képessége alapján, a tesztek alapján egyáltalán nem rossz. És megnéztük ezt, hogy mert hogy ez még bonyolultabb, amikor azt mondják, hogy differenciálnak. Na most a legrosszabb az a magyar differenciálás, amikor nem a tanulóhoz, tehát a módszerekben differenciálunk, és mindegyik tanulónak másképp magyarázzuk el, hanem az elvárásokban differenciál a pedagógus, csinál alacsony képességűeknek, akkor kevesebb feladat, azoknak több, és azt gondolja, hogy ezzel jót tesz neki, mert sikerélményhez jutatja, holott a gyerek nagyon hamar rájön, hogy tőle nem várnak el sokat, és úgy is kezd el működni, és ez a tanult tehetetlenség, ez jut el odáig, hogy már nem is fejlődik. A szakiskolákban szerintem ezt látjuk, amikor a kompetencia mérés nem hogy fejlődne, de az alapján még vissza is fejlődnek. Azok a gyerekek minden motivációkat elvesztették, de hogy ez valahol nagyon a korai szakaszban alakult ki. És mi akkor ezen megnéztük, és azt találtuk, hogy az osztályzatokat át és a kompetencia mérést közös skálára raktuk, és megnéztük a különbséget 8-ba, 10-be, és megnéztük, hogy a 8-ban a 8-os teszteredmény képest milyen osztályzatot kapott meg 10-ben, és azt láttuk, hogy a pedagógusok szisztematikusan alul értékelik a hátrányosabb helyzetűeket, tehát tényleg működik ez a dolog. És az igazán borzasztó, hogy akiket alul értékeltek, azok szignifikánsan alacsonyabb eredményt értek el a 10-es teszteredményen. Tehát a tanár értékelése a gyerekről az vére megy. És a kompetenciamérés eredményei ezek alapján nem tiszta adatok. Képzeljük el, hogy ezt most 8-10-ben, hogy ez zajlik elsőtől fogva. És hogy már a 8-os teszteredmény is már egy valamilyen folyamánynak az eredménye. Ez egy útelemzés, ezt csak azt akarom mutatni, hogy a számokat kell nézni, minél nagyobb, annál erősebb hatás van a két, amit összehúz. És ugye a legerősebb hatást az a 76%-os, az a 8-os teszteredmény, meg a 10-es, ez végül is teljesen érthető.
De az nagyon érdekes, hogy a 8. osztályzatnak nagyobb hatása van, vagy korrelál jobban a 10. teszteredménnyel, mint a 10. osztályzat. És azt is lássuk, hogy a 8. osztályzat jobban befolyásolja, hogy hol akar majd tovább tanulni a gyerek, mint az, hogy milyen tesztet ért el. Tehát itt lehet tetten érni azt a mechanizmust, ami a PISA-ban, ugye mi 3 évente egy dologban vagyunk elsők, hogy a családi háttér nálunk határozza meg legjobban a tanulók teljesítményét. És ebben sajnos a pedagógus a ludas. És itt ez a mechanizmus, amin keresztül működik. Ennek az a szomorú, hogy jó indulatból csinálják. Tehát itt nem arról van szó, hogy direkt ki akarnak szúrni. Nem. Ők tényleg differenciálnak, megpróbálják, hogy és ehhez képest csökkentik az elvárásokat, és terelik egy parkolópályára azokat a gyerekeket, akik még nem tudtak arra szintre elérni, vagy nem olyan a kommunikációs, verbális készségük. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, amire egy pedagógus képzésnek is ugye reflektálnia kéne. Ne, azért haladjunk tovább. Beszéltem arról is, hogy a tanuló összetétel változásával próbálja az iskola az eredményességét növelni. Hát most ilyet is látunk, én azt gondolom ez a Tanoda projektet akkor hozzuk ide. Ezt is kutattuk, megnéztük a 400-500 gyereket néztünk meg, tanodásokat, illetve kontrollcsoportként a tanodások osztálytársait. Egy éven át megnéztük a matematika teljesítményüket a év elején és az év végén, és közben néztük az is, hogy mi zajlik a tanodában, és mi történik. És azt találtuk, hogy nagyon kicsi fejlődés volt a tanodásos gyerekekben a matematika terén, de csak a nagyon alacsony szintű alapműveletekben, amit azzal értek el, hogy a tanodában többet, tehát korrepetálták őket. Ugye annyi történt, hogy a tanoda azt a, ugye most emlékszünk, csak 3 óra a heti 3 tanó, ezt a tanodában hozzátettek még 2 órát, és így valóban egy kis fejlődés volt. De ez egy... A kontrollcsoportnak is elég alacsony volt a matematika szintje, és azt látjuk itt, most ez egy kicsit bonyolult, de alul látjuk a kéket, tehát bemeneti mérés kék a tanodásé, a piros a nem tanodásé, és fölötte azt látjuk, azt a pontot, hogy hova fejlődtek. A sötétkék a tanodás, sárga nem tanodás. És azt látjuk, hogy 5. és 6. viszonylag nagy fejlődés van a szeptembertől májusig, tehát tanulnak. De nézzük meg, mi történik 7. Egyszerűen összezúttyan a rendszer, hirtelen, szinte alig van különbség a bemenet és kimeneti mérés között, és nincs is különbség tanulás és nem tanulás gyerek között. És ami még nagyon érdekes, hogy azt szokták mondani, hogy de a tanoda az legalább motivál, stb. Hát igen, nézzük meg, az értelmi motiváció az történik, hogy a tanodás gyerekeké nem zuhan le annyira, mint a nem tanodás gyerekeké. Hát ha ez most egy eredmény, akkor azt nem tudom hova tegyem. A másik pedig a szociális kompetencia még aggasztóbb. Azt látjuk, hogy a tanodás gyerekek szociális kompetenciája felnőttekkel való kommunikációban fejlődik, a kortársai viszont lecsökken. Hát de gondoljuk is bele, hát ha kiveszik őket az osztályból, miért lenne, miért, tehát mi értelme ennek a tanodának most őszintén szóval? Mi történt? Nem működik az iskola az alsó tagozat általános helyzetben. Azt gondoljuk, hogy majd akkor fog működni, ha rosszul tanulókat kiveszük, ugye összetételt megváltoztatjuk. De ugyanolyan tanárok tanítanak ott is, ugyanolyan módszerekkel, mint a tanodába, nem lesz attól más. A tanoda annak nem iskolának kéne lenni, hanem valamilyen kreatív alkotó térnek, ahol egyéb hátrányokat tudnál kezelni, de nem az iskolát kéne fölmenteni az alól, hogy jól működjön. Mert ez történik, mert gondoljunk bele, a tanoda
Jó a miniszternek, mert föl tud valamit mutatni. Jó az iskolának, meg a tanárnak, mert megszabadul a rosszul működő gyerektől. Jó annak is, aki működteti a tanárát, mert ki pénzt kap érte, és jó annak a jóindulatú, és megint mondom, itt a pokolkapuja jóindulattal van kikövezve, a jóindulatú esély, egyenlőség pártiaknak, aki azt hiszik, hogy valamit jót tettek. Csak egy embernek nem tesz jót az egész, a hátrányos helyzetű roma gyereknek, akinek az érdekében az egészet létrehoztuk. Mert hogy az alsó tagozattal kéne valamit csinálni, és nem onnan ugye kiszervezni a nem működő részét. És a végén nézzük meg, ugye mi azt is láttuk, már differenciálisról szó volt, hogy a differenciális a 2004-ben azt láttuk, hogy alapvetően még akkor is gyógypedagógiai célzatú, vagy ilyen, tehát ez kötődik össze. És hogy nagyon tanárközpontú a módszertan. A pedagógus minősítés most zajló projektjében csináltunk egy online kérdőívet, 5000 pedagógus válaszolt, top pedagógusok. Ebbe betettem egy olyan kérdést, ami a TALIS, a nemzetközi tanár kutatás kérdése. Magyarország nem vett részt ebben, ezért gondoltam, akkor nézzük meg. És ebben vannak, egy olyan kérdésblokk volt, ami a tanulás szervezésről szólt, és ebből én csináltam faktorokat, és alapvetően 4 faktor jött ki. Hagyományos, egy differenciáló, egy gondolkodható, meg egy frontális pedagógiai módszer. Ott látják alatta, hogy mik voltak a kérdések hozzá. És arra voltam kíváncsi, hogy ezek hogyan, a pedagógusok hogyan használják ezeket, mitől függ, hogy milyen módszerrel csinálnak valamit. És megnéztünk oktatási fokozatonként. És ez az óvodától kezdve a szakiskoláig azt látjuk, hogy a differenciálás megjelenik az a narancssárga óvodában, meg alsó tagozat, aztán eltűnik. Ugye, ha negatív, akkor már kevésbé. És ezzel szépen párhuzamosan indul a frontális, meg a gondolkodtató. Tehát ez tényleg azt mutatja, hogy a differenciálás az a kisgyerekeknek való, tehát én nem igazán a általános iskola felső tagozatától kezdve szinte eltűnik. Azt is megnéztük, hogy végzettség szerint, hát itt most nincs szakvizsgája, van pedagógus szakvizsgája, szakvizsga, két szakvizsgája, a PhD az érdekes, a kék. Azt lehet látni, hogy a PhD-sok azok nem differenciálnak, azok gondolkodtat és frontálisan oktat. Most arra gondoltunk, hogy azért, mert ezek ők kerülnek a elit gimnáziumba, és ott ez a módszer megfelelő. Nézzük meg, hogy a hátrányos, tehát hogy a tanulói közeg más, változnak-e a módszerek. És itt azt látjuk, hát itt egy kicsit nehéz, de alapvetően most a PhD-t nézzük meg, a PhD-sok bármilyen közegbe tanítanak, ők gondolkodtatva tanítanak. Vagyis azt mutatja, és a többit is, az, és a másik, amit ebből látni lehet, hogy a többségében hátrányos helyzetű tanulóknál, meg a heterogén összetételnél megjelenik a differenciálás, ahol többségében nem hátrányos, ott nem. Tehát én azt gondolom, ma is él az a dolog, egy, a pedagógus a saját habitusának megfelelően tanít. PhD, és azért lett PhD, és mert szeretett gondolkodni, ő így is tanít. Nem reflektálnak arra, hogy a gyerekre mire szükség, arra reflektál, hogy neki, ő miben érzi jól magát, és környezettől függetlenül azt a módszert viszi. A differenciális pedig azt gondolom, amit itt a Pigmalionnál is kiderült, hogy egyfajta ilyen jó szándékú elvárásokban differenciál, Józsika, tőled nem várok el olyan sokat típusú, és jól láthatóan az ilyen heterogén közegben, de kérdem én, egy homogén közegben nincs szükség differenciálásra? Hát dehogy nem. Hát akkor vegyük vissza ezt a koreai, tehát az, amit otthon hazamegy a gyerek, ugye az a számítógép, azt tudja az a szoftver, hogy rögtön érzi, hogy mit tud, mit nem, és egyénileg tudja az feladatokat adni. Nálunk se ilyen nincs, mert helyette bevisszük a számítógépet, és még így is kezeljük a gyerekeket.
Az most azért szeretném föltenni azt is, hogy az oktatás eredményessége nem csak az oktatáson múlik. Tehát ezért ezt most hozzuk ide, hogy nagyon gyakran olyan problémákat is akarunk megoldani az oktatással, ami nem ott van. És itt azért hogy hozzam elő a szegénységet. Ami egy olyan közeg, egy olyan háttér, ami nagyon keményen ellene megy az eredményességnek. Itt ez az ábra. Sok mindent lehet mutatni most, hogy a szegénység hogy alakult. 2012-ig növekedett a gyerekszegénység, azóta úgy tűnik, hogy stagnál. De ezt, amit idehoztam, az a PISA, 2012-es PISA, 5 országban a családi háttérindex, a magyaroké a legkedvezőtlenebb. Tehát még a PISA háttérindexben is azt tűnik ki, hogy ez egy létező dolog, ez a lecsúszás, szegénység. És miért fontos ez a szegénység, vagy miért baj ez? Most újabb kutatások kimutatták, hogy a szegénység az korlátoz. Nem azt mondom, tehát olyan, mintha butítana, de nem, leszűkít. Tehát volt, aki egy olyan felmérést csináltak indiai cukornád arató munkásoknál, megnézték a kompetenciájukat a nádaratás előtt és után, és szignifikáns, hatalmas különbség volt a kettő között ugyanazon az emberen. Egyszerűen annyi volt, hogy az aratás előtt már nem volt pénze, és annyira aggódott, hogy mi lesz vele, hogy beszűkült az agya, és amikor viszont megkapta a jövedelmét, amivel egy ideig elég jól, akkor hirtelen kitágult. Hát ez így működik. Ha most nem tudjuk, hogy a gyerek is bejön, és egész hétvégén nem evett, és szorom, akkor nem lesz olyan kreatív, mint a mellette lévő társa, aki mit tudom én, rántott húst evett ebédre. És ha a tanár erre nem reflektál, vagy nem érzi, nagyon hamar ugye beteszi a padlás, vagy a pincébe. Hát konklúzió, sajnos mondtam, szomorú konklúzió, de azt gondolom, hogy attól még nem kell szomorúnak lenni, mert egyrészt az látszik, hogy a pedagóson nagyon sok múlik. Az az érdekes, hogy a pedagógus nem bízik magában, nem gondolja, hogy rajta múlna valami. Tegnap voltam az OFI konferencián, tehetséggondozás, ez is egy mindegy. Ott a tanárok 25%-a gondolja azt, hogy a tehetség magától is majd úgy kialakul. Tehát elvileg nem gondolja, hogy neki ebben szerepe lenne. Azt látjuk, hogy leterheltek a gyerekek, zsúfolt a tananyag, a pedagógus módszerépek tanárfüggőek, és alapvetően exportálni akarjuk a problémát az iskolából, és nem igazán megoldani. Innen szép nyerni. Tehát azt gondolom, hogy ez az igazi challenge a oktatáspolitikának, meg a pedagógus képzésnek is. Mert azt gondolom, egy ilyen ördögi körbe vagyunk, ahol a családi háttér, a szegénység, ugye befolyásolja, hogy a gyerek mire képes, hogyan képes. Ha a tanár erre nem reflektál, vagy nem adnak erre időt neki, és itt jön be az oktatáspolitika, mert lehet, hogy akár még kezelni is a problémát, de nem tudja, ha zsúfolt tananyagban, tehát nagyon sok tárgyat kell tanítani, de egy tantárgya relatíve kevés órában, akkor hol tudja majd ezeket kezelni? Hát és a legnagyobb probléma azt gondolom, az pont a pedagógusnak ez a reflektálatlansága. Én azt gondolom, nagyon érdekes, hogy a Falus professzor úr mondta, hogy a diagnosztika és a fejlesztési terv között nincs kapcsolat. Én azt gondolom, ezt tegyük föl, és ezt kéne kutatástárgyával tenni, mert ha ez megoldódik, és sikerül végre a diagnózis és a fejlesztés között kapcsolatot teremteni a kutatásokkal, a képzésben, azt gondolom, akkor megoldottuk a problémát. Nem kell iskola szerkezetekben, meg nem tudom milyen egyéb külső tényezőkben gondolkozni, hanem így fejben kell megoldani. És akkor csak zárásként, hogy az első kérdésem, hogy lehet egy iskola eredményes, ha az oktatáspolitika nem az. Mi vannak olyan szemléletbeli beidegződéseink, amiket remélem most itt föl tudtam villantani, ami azt jelenti, hogy versenyként fogjuk föl, de a versenyben nem igazi versenyt akarunk, hanem a szelektálni és majd a tanulóösszetétellel. Az elvárások nem igazán magasak.
és kiválóságba gondolkozunk, tehetségbe, ami született dolog, és nem arról szól, hogy valami, amiért megdolgoznak. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezeket végigvennénk, hogy mi minden ilyen, és a pedagógusnak ez nem a pedagógus képzésből jön, hát előtte ugye az oktatásban, tehát na, már gyerekként mindenki így gondolkozik, abból jönnek ezek a rossz működések. Holott a PISA-ban is ugye lehet látni, hogy nem a verseny, tehát az eredményesség és a méltányosság azok összefüggenek. Vagy a kontroll mellé autonómia is kell. Tehát azok a rendszerek, akik azt gondolják, hogy csak verseny kell, meg erős kontroll, azok nem érzik azt, hogy az igazi minőségbiztosítás a pedagógus fejében van. Sokat beszélünk a finnekről, hogy ők 30 évig csinálták, építették föl ezt a pedagógus képzési rendszerüket, tehát ezért ez nem egyik napra a másikra. De ők ugye szokták mondani, a Csapó Benő is szokta, hogy a kutatás a nagyon fontos eleme a tanárképzésnek. Én bárkinek, ha ezt mondom, mindenki ettől sikít, politikus, mert mindenki azt látja, mert mit látunk, mi a kutató, és most vegyük a kutatótanárt is, hogy mit gondolok a kutatótanárról, akinek PhD-je van, akadémikus, egyetemen tanít. Nem, a kutatás az, aki mindig kíváncsi arra, hogy jól csinálja, amit csinál, és reflektál rá. És nem diplomát, nem azt jelenti, meg nem is, hogy egyetemen van. És a finnek ezt a szemléletet vitték be a képzésbe. A tanárok nem azért tanulnak kutatást, hogy utána elmenjenek a gyakorlattól messze elméleti, nem tudom miket gyártani. Nem. Azért, hogy a napi munkájukat folyamatosan tudják maguk tesztelni. Ez a beépített minőségbiztosítás. És ezért van, hogy a finneknél nincsenek tesztek, meg nincs tanfelügyelet. Mert benne működik a tanárban, ott a napi gyakorlatban a beépített minőségbiztosítás. Én azt gondolom, hogy akkor leszünk eredményesek, ha ezt itt mi is elérjük, és kívánok el sok sikert a pedagógus képzésnek. Köszönöm.